Két évesen már zongorázott, 7 évesen pedig első saját dalát komponálta. Azóta milliók követik a közösségi oldalakon, videói több mint 1 milliárd alkalommal játszották már le. A világhírűvé vált Péter Bence csaknem 40 országban adott teltházas koncertet. Jelenleg első hazai nagyszabású estjére készül. A Radar stábjának is megmutatta páratlan tehetségét. A debreceni Kodály Zoltán zeneművészeti szakközépiskolában járunk, itt tanult Péter Bence. Tehetségét jól jelzi, hogy később a bostoni Berkeley Egyetemen egyik tanára azt mondta neki, nem tud számára újat mutatni. A zongorista azóta megtöltötte már a Sydney Opera házat is, most budapesti fellépésére készül. Ez az első ilyen nagyszabású koncert Magyarországon, és miközben az elmúlt években többször végig turnéztük az egész világot, ezért nagyon fontos, hogy az esszenciája annak, amiket én eddig csináltam, az benne legyen ebbe a koncertbe, tehát hogy amiket a közönség mondjuk várna a videók alapján, ezek a feldolgozások és egy-két is saját szerzemény is benne lesz. A 31 éves hajdúböszörményi előadó egyedi kifejezés módjával és átélésével hívta fel magára a figyelmet. A billentyűkön túl dobol, vagy éppen gitározik a zongorán. Különleges stílusával olyanokat is megszólít, akiket a klasszikus zene nem érne el. Annyi fontos, hogy ha valamit befejezek, és arra szánom, hogy akkor ezt a közönség meghallgassa, akkor annak legalább legyen annyi értelme, hogy ha más nem, akkor feldobja valakinek a napját, vagy egy jó érzést kell. Minket biztosan feldobott, de zenéjének már a még jelentősebb hatása van. Pályája elején talán nem gondolta volna, egyedülálló tehetsége mennyire lenyűgözi a közönséget. Zeneiskoláktól kaptunk, mit tudom én, Londonban, meg Amerikából leveleket, köszönő leveleket, hogy az a két csoportja, ami indult ebben az évben, nem is tudom, 30-ban hány gyerek, azok mind miattam mentek oda. Igazából nekem tényleg kitölti az életem egészét a valamilyen formában a zene vagy a zongora, mostanában a nagyzenekari hangszerelés. Ez majd még a jövő zenéje, de szimfonikus zenekari projekteken is dolgozunk, most épp a Győri Filharmonikus Zenekarral. Egy-egy fellépés pedig komoly fizikai megterheléssel jár. Bence a gyakorlás mellett rendszeres gyógytornával és manuálterápiával készül az előadásokra. Az óra az mindig nézi nekem a pulzust, és hát van, hogy ilyen koncert végére azért elég kiizzadom magam, és látom, hogy hát majdnem 2 óra hosszán keresztül 160-70 volt a pulzuson végig. Tehát, hogy ez egy, nekem ez a, úgymond a sport és egyben. Ez bizony szó szerint egy maratonfutással ér fel. Ha pedig mégsem a hangszerével töltené az időt, akkor egy másik extrém sportot választ kikapcsolódásképp. Extrém sportnak, vagyis hát a kezem szempontjában mindenképp lehetne nevezni a főzést, mert néha azért előfordul, hogy elvágom nem a hagyma, hanem az ujjam kerül a kés alá. De ez inkább eddig szerencsére olyankor fordult elő, amikor ilyen nem koncertezős időszak van. Úgyhogy ilyenkor óvatosabban főzök, ennyit tudok mondani. Nem kértük tehát, hogy főző tudásába szintén bepillantást nyerjünk, hiszen pénteken már a fővárosban lép színpadra. Annyit még elárult, olyan számokkal is készül, amiket senki nem hallott még korábban.